Őstermelők várakoznak ügyintézésre a falu gazdászoknál. A sorszámok gyorsan fogynak, ám hosszú a várakozási idő, erre panaszkodnak az ügyintézésre várók. Majdnem egy órája. Majdnem egy órája várakozik, és... Hát én is egy órája már itt vagyok. Én 16-os vagyok, egy órája. Egy órája, hát két óra hosszát kell várni. Szerintem még egy óra kell, igen. Módosítás, érvényesítés, csere, kiadás, az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés az ügyfél állandó lakhelye szerint illetékes falugazdásznál kérelmezhető, most a március 20-ai sokakat érintő határidő miatt jelentősen megnőtt a forgalom a falugazdászoknál. 404-es kertem van, és 70-es elmúltam, és mégis kell egy őstermelői évről évre. Az új kártya alapú igazolványt azoknak az őstermelőknek kell igényelniük március 20-áig, akiknek az igazolványa hatályos, de erre az adóévre még nem érvényesítették. Igazából az őstermelők két körét érinti ez a dátum. Az egyik körbe azok tartoznak, akiknek a bevételük csak őstermelői tevékenységből származik, ennek alapján fizetnek TB járulékot. Ezeknek az embereknek fontos, hogy a TB jogviszonyuk ne szakadjon meg, és aki március 20-áig az őstermelő igazolványát megújítja, érvényessé teszi, annak ez január 1-jéig visszamenőleg érvényes. Ugyancsak fontos a január 1-től érvényes őstermelői azoknak, akik az adókedvezményüket tételes költségelszámolás formájában veszik igénybe. Nekik a költségeikről számlákat kell gyűjteni, és akinek január 1-től visszamenőlegesen érvényes őstermelője van, az a január-februárba keletkezett költségszámláit is be tudja tenni a könyvelésébe. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében csak tavaly több mint 30 ezer őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézést regisztráltak. A változás miatt a következő napokban továbbra is ügyintézési dömping várható. A nyíregyházi búzatéri piacon több őstermelővel beszéltünk. Krajec Lászlóné és férje már évelején értekeztek a falugazdászukkal. Azt kellett leadnunk a falugazdászoknál, hogy mit termelünk, melyik területen, hány hektárt és mennyiséget is. Ezt kellett leadnunk. És akkor... Örülöm úgy a változásnak? Hát annyiból örülök neki, hogy egyszerűbb, mert egy kártya az könnyebben kezelhető. Az elmúlt években is változott az okmány, míg korábban egy, addig már tavaly 3 évre érvényes igazolványt adtak, az újak azonban már 5 évig hatályosak.